Köszöntöm Önöket, ez itt a Metszet. Ha kóbor kutyákról beszélünk romániai viszonylatban, nagy valószínűséggel Bukarest ugrik be mindenkinek, ahol évtizedek óta próbálják felszámolni a gazdátlan kutyapopulációt a hatóságok. Az erdélyi városokban korán sem öltött a bukarestihez hasonló méretet a probléma, azonban a gazdátlan kutyák sokszor vele járói a városképnek. A legtöbb településen a polgármesteri hivatal alárendeltségében működik kutyamenhely. Az önkormányzatok évről évre elkülönítenek összegeket a gazdátlan ebek száma növekedésének megelőzése érdekében. Például Sepsiszentgyörgyön egy olyan határozattervezeten dolgoznak, amely révén ingyenesen vagy kedvezményes áron ivartalaníthatják házi kedvencüket a kisjövedelmű személyek. Ivartalanítási kampányokat az állatvédő civil szervezetek is lebonyolítanak. Például a kolozsvári Nuka Állatvédő Egyesület önkéntes orvosok segítségével rendszeresen szervez ilyen akciókat. Elmondásuk szerint csak így lehet hatékonyan és humánus módon megakadályozni azt, hogy a gazdátlan állatok elszaporodjanak. Mai adásunkban a kóbor kutya gazdálkodásról lesz szó, arról, hogy hogyan előzhető meg az, hogy a kutyák az utcára kerüljenek. A téma szakértői elmagyarázzák azt is, hogy miért nem tanácsos hirtelen felindulásból örökbe fogadni egy kutyát, és milyen alternatívák állnak azok rendelkezésére, akik változó életkörülményeik miatt csak ideiglenesen tudnak kutyával foglalkozni. A kolozsvári kutyamenhely minden egyes rekesze foglalt, a 200 férőhelyes létesítményben az ebek teljes ellátást kapnak. A szerencsésebbeket 2-3 hónap után örökbe fogadják, azonban vannak olyan kutyák is, akik már több éve a kutyamenhely lakói. Paul Pascaleu, a kolozsvári kutyamenhely szolgálatos állatorvosa szerint a gazdátlan kutyakérdés nincs megoldva, viszont sikerült a problémát egy olyan szinten tartani, ami nem okoz gondot a társadalomnak. Jelenleg nem mondható el az, hogy gazdátlan ebek kóborolnak a város utcáin. Ha vannak is, ezek többnyire a magánházak udvaráról elszabadult kutyák, vagy olyanok, amelyek a környékbeli településekről kerültek a városba. A legtöbb kutya a Patarétről származik. Olyan ebek ezek, amelyek a szeméttelepen guberálók mellé szegődtek, számuk 1000-1500 egyedre tehető. Ezeknek a szukáknak és kanoknak a többsége nincs ivartalanítva. A kutyamenhelynek nincs olyan programja, amelynek keretében befogják, majd ivartalanítják a kutyákat, és visszaviszik őket a származási helyükre. A befogott kutyákat ellátják, és a menhelyen tartják. A menhelyen beoltjuk és féregtelenítjük őket, és parazita ölőszerrel is kezeljük. A magas költségek miatt az ivartalanításuk csak örökbefogadáskor történik meg. Most mintegy 200 kutya él a menhelyen, 5-3 és 4 hónapos kiskutya, 2 egyéves, a többi másfél évesnél idősebb. Aki örökbe fogadna egy kutyát, az hétköznapokon 14 óráig, szerdánként pedig a hosszított program szerint 17 óráig jelentkezhet, vagy online is megnézheti az ebeket. Az állatokról készült fotókkal és rövid leírással segítenek az érdeklődőknek a kutyák kiválasztásában. Az online felület frissítésében civil szervezetek munkatársai is közreműködnek. Az örökbefogadók jelentős része a környező falvakból érkezik. Ők többnyire nem házi kedvencet szeretnének, hanem kimondottan házőrző kutya iránt érdeklődnek. A menhely munkatársai az örökbefogadott kutyák utánkövetésével is foglalkoznak. A város területén befogadott kutyákat látogatjuk, de arról is szokott bejelentés érkezni, ha egy kutyát nem gondoznak megfelelően. Volt olyan esetünk is, amikor a rendőrséget is be kellett vonni, mert csak így sikerült kezelni a helyzetet. Azokhoz a kutyákhoz, amelyek a városon kívüli településre kerültek, nem tudunk kimenni. Azonban a civil szervezetek, amelyek segítenek nekünk németországi befogadókhoz küldeni a kutyákat, sokkal intenzívebben követik az ebek sorsát. A kutyatartásra vonatkozó törvény előírása szerint a kutyáját kötelező módon mikrocsippel kell ellátnia a gazdának. A kutyamenhelyen örökbefogadáskor jutányos áron kapnak azonosító csippet az állatok, a költséget nem a menhely, hanem az új kutyatulajdonos állja, akárcsak az ivartalanítás költségeit. A kutyamenhelyről csak ivartalanított kutyák kerülnek ki, mert a törvény azt is előírja, hogy minden egyes törzskönyv nélküli kutyán kötelező elvégeztetni a műtétet.
A kutyamenhelyen bizonyos garanciákat várnak el a jövendőbeli gazdáktól, például csak azok vehetnek örökbe kutyát, akik bizonyítani tudják, hogy anyagi helyzetük lehetővé teszi az állat megfelelő gondozását. Az örökbefogadók a munkaviszonyukat bizonyító dokumentummal, a nyugdíjasok pedig a nyugdíjszelvény felmutatásával juthatnak kutyához. Aki nem tudja ezeket a garanciákat felmutatni, mert például egyetemista, azonban szívesen foglalkoznak kutyával, annak is lehetősége van erre. A NUKA Állatvédő Egyesület Foster programja által lehetőség nyílik arra, hogy önkéntes alapon egy kutyát meghatározott időre befogadjon valaki, amíg azt sikerül véglegesen elhelyezni. Mariana Burujana, a NUKA önkéntese, már évek óta segíti a gazdátlan kutyákat vagy macskákat, és ideiglenesen be is fogadja őket. A Foster programról kérdeztük. Minden szükséges kelléket megkapok a NUKA Egyesülettől. Adnak kutya eledelt, az orvosi kezelés költségeit és az oltások árát is megtérítik. Fosterként az a dolgom, hogy gondozzam a kutyát, hogy megtanítsam neki, mit jelent emberekkel együtt, családban lakni, miként viselkedjen más kutyák társaságában. A cél az, hogy egy kiegyensúlyozott kutyát tudjunk örökbe adni, amelynek nem esik nehezére beilleszkedni az új családba. Az állatvédő egyesületek sokszor támogatják az önkormányzatok munkáját, és országos viszonylatban is jelentősen javult a gazdátlan állatok helyzete. Mariana elmondta, például a NUKA Egyesület önkéntes orvosai a város melletti településeken is szervezett ivartalanító és a kutyatartással kapcsolatos felvilágosító programokat, de a legtöbb kutya így is a környező falvakból kerül a városra. Ez egy rossz mentalitásnak az eredménye, azonban nem az egyetlen oka a kutya elhagyásnak. Több oka is van annak, hogy a kutyák az utcára kerülnek. Az egyik ok, hogy az emberek örökbe fogadnak vagy vásárolnak egy kutyakölyköt, majd rájönnek arra, hogy nem szeretnék vállalni a kutyatartásra járó feladatokat, vagy a kutya megnő és nem olyan lesz, amilyennek elképzelték, esetleg felfordítja a házat. Ilyenkor lemondanak a kutyáról. Vannak olyan emberek is, akik nem értették meg, hogy mennyire fontos a kutyák ivartalanítása, és egyszer csak arra ébrednek, hogy született egy alomnyi kutyakölyök, és az elhelyezésük helyett inkább beteszik egy dobozba vagy zacskóba, és a szemétre dobják őket. Sok kutya környező falvakból kerül a város utcáira. Találkoztam olyan falusi emberekkel, akik szerint egy pár éves kutya már öreg, nem képes őrizni a házat. Ezeket a kutyákat gyakran szélnek eresztik és fiatalabbakkal helyettesítik. Az állatvédő elmondta, a NUKA nagyon sokat harcolt annak érdekében, hogy a mikrocsip bevezetését kötelezővé tegyék a hatóságok, mert csak ezzel a módszerrel lehet hatékonyan arra ösztönözni a gazdákat, hogy felelősséggel viszonyuljanak a kutyájukhoz. Városon jobban áll a kutyák azonosítóval való ellátásának ügye, falvakon viszont sokszor megtagadják az emberek a kutyájuk mikrocsipezését. Sokan arra hivatkoznak, hogy nem engedhetik meg maguknak a kiadást, azonban az elutasításnak lehet egy másik oka is. Hiszen ha egy gazda elhagyja a kutyáját, a mikrocsip révén vissza lehet követni, hogy ki a kutya, a gondatlan gazda pedig bírsággal sújtható. Próbáljuk a lakosságban tudatosítani, hogy a kutyamenhelyen rengeteg örökbe vehető állat él, amelyeket érdemes befogadni. Volt egy olyan együttműködésünk az állatmenhelyjel, amelynek eredményeként sikerült néhány kutyának gazdát találni. Folyamatosan figyelünk arra, hogy mi történik a kutyamenhelyen, és próbálunk segíteni nekik. A NUKA Állatvédő Egyesület nem rendelkezik kutyamenhelyjel, kizárólag ideiglenes befogadók segítségével menti a gazdátlan kutyákat és macskákat. Az állatok egy részét Romániában helyezik el, de sokukat németországi gazdák vesznek örökbe. A NUKA arra törekszik, hogy kiegyensúlyozott, egészséges állatokat adjon örökbe, ezért változó, hogy egy ideiglenes befogadónál mennyi időt tölt el egy-egy kutya. Mi csak foster programot működtetünk, és az a tapasztalatunk, hogy ez egy nagyon hatékony rendszer, hiszen így a kutyák fejlődhetnek, amikor valaki jelentkezik, hogy örökbe fogadna egy kutyát, akkor sok információval szolgálhatunk a kutya temperamentumát, viselkedését, személyiségét illetően. Mi nem gondoljuk azt, hogy az állatmenhely jó megoldás lenne. Egyébként, ha a mostani romániai helyzetet figyelembe vesszük, egy állatmenhely napok alatt feltelne. Sokszor hányatott sorsú, érzelmileg kiegyensúlyozatlan kutyák kerülnek a NUKA gondozásába. Így az egészségügyi ellátás mellett a viselkedés zavarok kezelésével is foglalkozni kell. A kutyaiskolát működtető Kis Zoltán szakértője ennek a területnek. A NUKA-hoz érkező problémás ebeket ő kapja meg. A Foster programban résztvevők gondozásában lévő kutyákkal is ingyen foglalkozik. Az úgy kezdődött, hogy a NUKA az meghívott egy rendezvényükre, hogy tartsak egy kiképzési bemutatót,
Abban az időben elég sok ilyen szervezettel dolgoztam együtt, sokan hívtak, hogy bemutatót tartsunk, mikor tartottak ilyen örökbeadási akciókat, meg kajagyűjtési találkozókat, és akkor ott valamivel kellett szórakoztatni az embereket, és arra hívtak meg minket, hogy tartsunk valamilyen érdekes kiképzési bemutatót. Ott elkezdtünk beszélgetni, és nagyon-nagyon tetszett az ő állatmentéshez hozzá, vagy az állatmentéshez való hozzáállásuk nagyon tetszett, úgy valahogy egyből talált a hang. És az úgy kezdődött, hogy először volt egy Tosza Inu keverék, amelyiket Bukarestből mentették, akit úgy volt, hogy ha nem hozzák el, akkor el kell altatni sajnos, mert annyira agresszív, hogy aki vigyáz rá, az csak így haigálja át a kaját a kerítésre, mert nem merek senki közelíteni hozzá. A kutyát felhozták Bukarestből, és Kis Zoltánhoz került. Elkezdett vele foglalkozni, és a kutya annyira helyre jött, hogy már probléma nélkül lehetett vele sétálni az utcán. A kutya végül egy másik önkénteshez került, és az annyira összeszokott vele, hogy már nem is szeretné továbbadni. A jól végződő történet után a Nukával megszilárdult az együttműködés. Egyik dolog követte a másikat, utána már jött egy másik problémás kutya, amelyiket helyre kellett hoznom. És azt mondtam, hogy hát sokkal könnyebb lenne, hogyha én azt a kutyát hazavinném, és non-stop tudnék dolgozni vele. És ebből lett az, hogy ahányszor félős vagy agresszív kutya kerül hozzájuk, akkor mindig nekem küldik. És most per pillanat 7 kutyám van, amiből egy az enyém. A többit azt rehabilitálnom kell. A foster programnak szerinte rengeteg előnye van. Az első számú természetesen az, hogy az ideiglenes befogadó valódi segítséget nyújt a kutyáknak. Sokkal jobb egy foszterben, egy családi környezetben rehabilitálni, vagy tartani egy kutyát, amíg végleges gazdát adunk neki, mint akár egy menhelyen. Mert minden jó szándék mellett menhelyen nem tudjuk felkészíteni a kutyát a valós életre, tehát az autókra, a tömegre, porszívóra, akár mosógépre, ilyesmikkel nem tudjuk megszoktatni. Tehát a kutyának ilyen részről nagyon-nagyon jó. A gazdának, vagyis a foszternek azért jó, mert tudja, hogy segít a kutyán, hogyha netán ő később kutyát szeretne vállalni, akkor saját bőrén tapasztalja, hogy kb. Ez mivel jár, mit jelent ez, mire készüljön fel lelkileg. Azoknak ajánlom ezt nagyon, akik azon gondolkoznak, hogy kutyát szeretnének, de nem tudják, hogy képesek-e lennének rá. A másik célcsoport az azok, akiknek nem biztos a jövője, tehát egyetemisták, akik ünnepekre hazamennek, vagy ki tudja, hogy meddig maradhatnak az albérletben, ahol éppen laknak. Mert ezt így rizikó nélkül vállalhatnak kutyát, megvan minden öröm, ami a kutyához tartozik, de nincs meg az a veszély, hogyha el kell költözni, akkor most gazdát keresni neki, vagy Isten ments az utcára kerüljön a kutya. A foster program keretében ugyanis bármikor vissza lehet adni a kutyát, azonban ha valakinek nagyon megtetszik a gondozásában lévő állat, akkor az örökbefogadásnál prioritást élvez. A kutya kiképzését pedig Kis Zoltán kutyaiskolájában ingyenesen lebonyolíthatja. A csoportos kutyás foglalkozásokon minden hétvégén részt lehet venni, a vasutasok parkjában 1-2 órás feladatok keretében nem csak a kutyákkal foglalkoznak, a gazdák és az önkéntes befogadók is megérthetik, mit jelent a helyes kutyatartás. Az a stílus, amivel mi dolgozunk, az nagyon sok kiképzési stílusnak az ötvözete. A helyzet az, hogy a kutyakiképzés nem lehet sablonosítani. Tehát aki azt mondja, hogy nekem van egy stílusom, és evel minden kutyát be tudok tanítani, az vagy hazudik, vagy egyszerűen nem ért hozzá. Mert minden kutya más, minden kutyának más a temperamentuma, más a viselkedése, és kiképzés az 90%-ban improvizáció, hogy most épp mit tudunk kipróbálni, ami működik majd evel a kutyával. 6 évvel ezelőtt döntötte el, hogy profi szinten fog kutyákkal foglalkozni. Úgy gondolja, hogy jól választotta meg ezt a pályát, hiszen egyre többen érdeklődnek a kutyaiskola iránt. Szerinte ahhoz, hogy minél kevesebb kutya kerüljön utcára, változtatni kell bizonyos a társadalomba berögzült mentalitásokon. Igen.
Amit a nukat csinál, az, hogy minél korábban elkezdi a nevelést, tehát iskolákba és óvodákba járnak, és ezt tanítják, hogy kell vigyázni a kutyára. Ami nagyon tetszik, hogy kutya testbeszédet is tanítanak, mindenféle ilyen vicces ábrával. Megmutatják a gyereknek, hogy ha a kutya ezt csinálja, akkor ne közelíts. Ha azt csinálja, akkor közelíthetsz. Ha közelíteni akarsz egy kutyához, azt hogy tedd, hogy ne legyen baj belőle. Tehát mondom, a tanítás a legfontosabb. Amúgy amellett az ivartalanítás, nagyon sok ingyenes ivartalanítási kampányt szerveznek a környező falukban. Mert a baj az, hogy a kóborkutyák 90%-a az emberek kertjéből kerülnek ki. Vagy azért, mert egy olyan faluról beszélünk, ahol 4 évesen már öreg a kutya és meg kell szabadulni tőle, vagy ha arról beszélünk, hogy én nem akarom ivartalanítani a kutyámat, mert utána nem ugat, amúgy ez teljesen tévhit, hogy a kutya nem ugat, ha ivartalanították, és utána persze, hogy szaporodik, a kölykökkel nincs mit csinálni, és behozzák Kolozsvárra, a hólyába, vagy a bükkbe, és ott elengedik őket. A menhelyekre egyre gyakrabban kerülnek fajtiszta kutyák. Ez annak az eredménye, hogy sokan meggondolatlanul vágnak bele a kutyatartásba. Megláttam a szomszédnál ezt a fajtát, nagyon tetszik, nekem is kell egy, és nem készültünk fel lelkileg arra, hogy mit jelent ez a kutya, meg egyáltalán nem tudjuk, hogy ez a kutya mire volt kitenyésztve, milyen ösztönei vannak. Például Beagle arra volt kitenyésztve, hogy csoportosan vadásszon le egy vadat, hogy álljon meg előtt és ugasson abban a spéci Beagle ugatásra, hogy találja meg a vadász, hogy hol van. És egyáltalán nem dolgozott együtt a gazdával. Ezért nagyon nehéz dűlőre jutni a Beagle-lel, mert tökéletesen csinál mindent, amíg nem fog szagot, és akkor utána rohanhatsz, utána nem hal, nem lát, ő csak a szag után megy. És ezt nagyon sokan nem értik, hogy ez nem spéci ilyen tömbház kutya, hanem ennek tényleg szüksége van mozgásra ennek a kutyának, és gondolom, hogy ha fenn vannak ezeken a Facebook oldalakon az ilyen elveszett kutya, talált kutya, nagyon-nagyon nagy része Beagle vagy Husky, ezeknek a nagy mozgásigényű kutyák, amik amúgy most divatkutyák is, tehát abból nagyon sok van. Kutyavásárlás előtt nagyon fontos utána nézni, hogy egy adott fajtának melyek a jellegzetességei, milyen a temperamentuma, összeegyeztethető vagy sem az életvitelünkkel, és nem szín vagy fajta függvényében válasszuk meg a kutyánkat. Fontos tájékozódni arról is, hogy milyen betegségekre hajlamosak a különböző fajtákhoz tartozó kutyák, hogy amennyire csak lehet, megelőzhetőek legyenek ezek a betegségek. Amit tudok ajánlani, a mi sulink ilyen szolgáltatást is ajánl, hogy együtt próbáljuk kitalálni a gazdával, hogy neki milyen kutya illene az ő életében, melyik kutya tenné teljesi az ő életét. Mert nem, meg fajtán belül is különböző személyisége van egy-egy kutyának, és azt mi kölyökkor bele tudjuk tesztelni, hogy tényleg klikkeljen a gazda a kutyával. Gergely Borbála Magyarországról érkezett Kolozsvárra ösztöndíjas hallgatóként. Saját kutyája mellé szeretett volna egy társat találni, azonban úgy gondolta, hogy nem tudna két kutyát hosszú távon vállalni. Mivel az önkéntesség is fontos számára, hamar kiderült, hogy ideális lehetőség a foster programba való bekapcsolódás. Megpróbálhatjuk? Nagyon ügyes vagy! Nagyon ügyes vagy! Okay. Ott is van, igen. Tovább mész. Azért döntöttem úgy, hogy foster leszek, mert nekem már van egy kutyám, egy állandó saját kutyám, amit vásároltam, és egy idő után rájöttem, hogy ha egy kutyával tudok ennyit foglalkozni, mert mintha szánok erre időt, akkor már tulajdonképpen kettővel is tudnék, és akkor lenne az én kutyámnak társasága. Ezért először venni akartam még egy kutyát, és elkezdtem nézelődni mindenféle oldalakon, Facebook csoportokban, mert aztán már eszembe jutott a örökbefogadás is, és ilyesmi. De le kellett róla tennem, mert nem annyira biztos a lakhelyem, hogy most be tudjam vállalni, hogy két nagy kutyával költözgessek. És akkor tűnt fel nekem, hogy vannak ilyen emberek, akik ideiglenes befogadót keresnek. Aztán rájöttem, hogy ezt menhelyek koordinálják, ezt az ideiglenes befogadást, amit úgy hívnak, hogy foster, hogy az az ember, aki befogadja, az foster. És én erről nem tudtam, egyáltalán fogalmam se volt arról, hogy létezik ilyen, mielőtt nem néztem céltudatosan azokat az oldalakat, amik kutyákkal foglalkoznak. És akkor rájöttem, hogy ezt be tudom vállalni, mert lehet, hogy pár hónap múlva elköltözök, vagy megváltoznak a körülményeim, de addig is tudok segíteni egy kutyának. Ügyes
Liam már a második kutya, amelyet Borbála a foster program révén befogadott. Vele mind ő, mind a kutyája könnyen összeszokott. A korábbi kutyát azért kellett visszaadni, mert a két kutya nem jött jól ki egymással. Vele nagyon könnyű volt összeszokni. Ez úgy néz ki ez a dolog, hogy nem csak úgy találomra kerül hozzánk kutya, hanem kell a menhelyel egyeztetni, hogy mennyi időnk van, mekkora kutya lenne jó, milyen típusú, milyen mozgásigényű, és akkor keresnek olyanokat, akik szerintük nekünk jó, és akkor találkozunk a kutyával, és akkor igazából már eldőlnek a dolgok, szóval az első reakciónál már látjuk, hogy akkor ez most jó lesz, vagy nem, és utána, hogyha jó, akkor hazamegyünk, és szerencsére nagyon, nagyon gyorsan sikerült összeszokni. Egy-két nap alatt kitapasztaltam, hogy mi az, amitől fél, mi az, amit meg kell tanulni, és akkor ezeken a dolgokon dolgozzunk, de nagyon hamar sikerült. Persze lehet, hogy szerencsénk van, mert például az előző ideiglenes kutyánknál még menet közben derültek ki dolgok, amik olyan problémák voltak, amit rögtön nem tudhattunk, de ezek se voltak megoldhatatlanok, és ráadásul hozhattuk órára, kiképzésre teljesen ingyen. Azért, mert ideiglenes befogadók vagyunk. Liam akkor kerül el Borbálától, ha örökbe fogadják. Közben Liamról fotókat és videókat készítenek, hogy a potenciális örökbefogadók lássák, hogyan viselkedik. Amennyiben nem kerül gazda és Borbála elköltözik az országból, akkor Liam egy másik ideiglenes befogadóhoz kerül. Bori azért reméli, hogy csak akkor kell megválni a Liamtól, ha kerül valaki, aki örökbe fogadja. Kedves nézőink, ez volt a mai metszet. Az ország számára egy másik fontos megoldandó feladat a magyar gyerekek esélyegyenlőségének biztosítása. Hiszen a román nyelv oktatása továbbra sem zajlik zökkenőmentesen. Jövő heti adásunkban azt járjuk körül, hogy miként lehetne hatékonyabban tanítani a román nyelvet a magyar környezetben élő gyerekeknek oly módon, hogy ne érezzék tehernek, és kommunikációs készségeik is fejlődjenek, amelyek révén később gyakorlati hasznát is vegyék az iskolában tanultaknak. Addig is kollégáim nevében köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra!